Sziasztok! Ma egy 300-as kétütemű faktori serkót fogunk tesztelni. A Serkó Magyarország jó voltával itt a Dirt Parkba. Pár érdekesség, amit a motorról tudni illik. Például a motor Brembo fékkel van ellátva elől, illetve hátul is. Hogyha megnézitek, a VP-t lecserélte a Serkó kajaba futóműre. Ez is szintén elő-hátul megtalálható. Ami még érdekesség motoron, hogy FMF rendszerrel van felszerelve, illetve V-Force 4-es membrán is gyárilag a motor tartozéka. Csúszásmentes üléshúzat is jár a motorhoz, illetve lítiumos akkumulátor. Ha lánckereket megnézitek, ez egy dupla falu lánckerék, kívül acél, belül pedig alumínium. A motoron a vezérlés is megváltozott az elődjeihez képest, a bovdenes vezérlés rudazatra lett kicserélve. A motor gyárilag hűtőventilátorral van ellátva, ami automata, illetve tágulási tartály is felszereltek rá. A motorhoz szérére a felszereltségbe egy blokkvédő is tartozik. Hogyha megnézitek, elől is, illetve hátul is teli a féktárcsa. Ez megakadályozza, hogy a féktárcsa és a fékpofa közé beragadjon a sár. Ezáltal a fékpofáknak is hosszabb lesz az élettartama. A motoron a kuplungot Brembo munkahenger vezérli. A motoron egy 10,5 liter kapacitású átlátszó tartály van, amivel jó esetben akár 2 óra hosszán keresztül is tudunk motorozni. Ez a 300-as blokk körülbelül 55 lóerőt biztosít a pilótának, illetve súlyát tekintve 105 kg. Megtörtént a teszt. Megmondom őszintén, először egy picit félve indultam neki a dolognak. Alapvetően, ami szívemhez közelebb áll, az inkább a cross vonal. Viszont nagyon pozitívat csalódtam. Eleinte itt kint a Super, illetve az Extreme Enduro részen nézegettük a motort. Ott is már kezdett megtetszeni, de az igazi áttörés az erdőbe jött ki. Annó még mikor versenyeztem, akkor pár edzés végén volt, hogy bementünk a barátokkal, és kicsit megnéztük az Enduro pályát is. Viszont cross motorral számomra az nem volt olyan jó, mint ezzel a motorral. Nagyon tetszett az benne, hogy marhára kezelhető. Hiába egy erős motorról beszélünk, nagyon szépen adja le az erőt, és nincs benne az a paraszt, megindulok, de hogyha az ember mégis azt szeretné, hogy menjen alatta a motor, akkor azért mégiscsak teszi a dolgát, viszont az ilyen apró, szűk fordulókba, lejtőn, ugye egyből neki menni a siratófalnak, ott is szépen kezelhetően tudunk vele közlekedni. Ami még szimpatikus volt a motoron, az a teleszkópa, a rugózás. Hasonló volt, mint az én cross motoromon, viszont az összes ilyen gaj, ág, illetve rönkök nagyon simán mentek. Nem kellett attól tartanom, hogy eldobál valamelyik irányba a motor, végig folyamatosan tudtam vele közlekedni. Volt lehetőségem találni egy dombot is, amin el tudtam ugratni a géppel, ez is meglepően jó volt. Érkezőnél sem ütött össze a teleszkóp, illetve az eldobónál se, annak ellenére, hogy elég hegyes szögű volt az eldobó. Ahogy nekimentem, szépen át lehetett vele ugrani. Tulajdonképpen, aki az Enduro Cross szakágat választja, mindenkinek tudom ajánlani ezt a motort, legyen amatőr, legyen haladó, vagy akár profi. Úgy gondolom, hogy mindenki magára tudja szabni ezt a kis gépet. Ugye van rajta ez a két állás, a haladó verzió, illetve a picit visszafojtottabb. Így úgy gondolom, hogy tök mindegy, hogy amatőrről vagy haladóról beszélünk, mindenféleképpen jól fogja magát érezni a motoron. Szeretném megköszönni a lehetőséget a Serkó Magyarországnak, hogy kipróbálhattam ezt a motort, nagyon jó élmény volt. Következő adásban pedig egy szintén 300 köbcentis kétütemű Husqvarnát fogunk tesztelni. Alig várom, hogy arra a gépre is rápattanhassak. Dunaföldváron vette kezdetét a hazai Endurocross versenyzők idei megmérettetés sorozata, a CL4 Offroad Motoros Iskola Endurocross Bajnokság és Kupa. A 2019-es év első futamaira
összesen 193 versenyző regisztrált. Bár eleinte az időjárás kevésbé bizonyult kegyesnek, reggel ugyanis az első futamok még szemerkélő esőben rajtoltak, délutánra végül elállt. Csak a szél maradt viszonylag erős, amivel a versenyzőknek az ugratókon meg kellett küzdeniük. Az időjárás azonban nem hátráltatta a nevezőket. Március 16-án felbőgtek a motorok, majd a nap folyamán szinte megállás nélkül 15 kategóriában gyermek-felnőtt, férfi és női versenyzők szántották fel a legendás Dunaföldvári pálya homokos talaját. Nagyon-nagyon komoly mezőn gyűlt össze az első osztályban is, és a többi kategóriában is. Ugye most sok kategóriaváltás van ilyenkor év elején, a korábbi győzteseknek muszáj egyel előrébb lépniük, és így már van is ugye meglepetés eredmény. És az igazi meglepetés az az, hogy 33 ifi versenyző nevezett a rajtnál, és 160-an vannak a többi kategóriában, szóval tényleg nagyon szép létszám van. Nagyon jól előkészített pályát találunk, és szerencsére az időjárás is megengedte azt, hogy a korábbi hetekben tudtak gyakorolni már a versenyzők. Természetesen nem ezen a pályán, mert az tilos, de hogy mindenki már azért néhány óra motorozással érkezett ide, ami márciusban néha kockázatos, hogyha egyenesen a hóesésből kell ugye elkezdeni a szezont. Úgyhogy reméljük, hogy sérülés nélkül le tud zajlani a verseny, és ezen a puha homokos területen nem lesz probléma, ha valaki néha elbillen. Esés nélkül nincs verseny, ez nem kérdés, tehát még itt a verseny megnyerők is van azért néha, hogy elbillennek. Ugye az extrém akadály ezen sokat segít, hogy egy elakadt első kerék, vagy ilyesmi azért mindig előfordul. De ez benne van az enduróban, ebben mindenki számol, és megy tovább. Szóval szerencsére mindenki felállt és ment tovább keményen. Idén összesen 7 alkalommal mérkőznek meg egymással az Endurocross legjobbjai, a CL4 Offroad motoros iskola Endurocross bajnokság és kupa futamain. Az idei első helyszín, a Dunaföldvári pálya, sokak kedvence már 15 éve működik. Ez 60 ezer négyzetméteren helyezkedik el, és csak homokpálya, nem kemény, ez a folyós homokból áll az egész. Azt kell tudni, hogy itt a versenyen is körről-körről változik a talaj. Egy kör ugyanaz a nyomvonalban nem lehet menni, mert mindig más-más a nyomvonal. Az a nehézsége ennek a pályának. Igazán nagyon örültünk, hogy tegnap éjjel, vagy most éjjel esett az eső, mert amúgy ki volt száradva a szél miatt, a nagy orkán előző szél miatt a homok. De megkaptuk az áldást, és most nagyon jó fogós a talaj, igazán jó. A homokos pálya feladja a leckét a legfelkészültebb versenyzőknek is. Része a taktikás, erdős szakaszt követő, hajtűkanyarokkal tűzdelt, ugratós rész, ahol a legtempósabbak akár 10 métert is repülhetnek gépeikkel. A pályát egyébként országos viszonylatban is a legbiztonságosabbak között tartják nyilván. Ettől függetlenül azonban nehéz terepről van szó. Az extrém szakaszon farönkök és függőlegesen vagy fekve beásott gumik nehezítik a haladást. Viszonylag könnyű végigmenni. Valaki vesz egy terepmotort, van egy átlagos kondíciója, tud ezzel a motorral menni legalább 2-3 órát, akkor végig tud menni egy ilyen endurocross versenyen, kivéve egyetlen részét, ezeket a traktorgumikat és farönköket, amihez egyfajta speciális tudás, gyakorlás kell. Tehát ezt nem lehet csak úgy a motorral oda menni, adni egy kis gázt, aztán ha lassan is, de valahogy átmenni. Kell hozzá egy kis technika, meg kell tudni emelni a motor elejét egy kis gázadással, átbillenteni a motort a súlyponton, néha kicsit taszajtani egyet rajta, és a top versenyzőknek még mindig kell legyen terve, mert lehet, hogy az ányomon éppen valaki küzd az elemekkel, akkor neki a másik oldalról is lendületesen át kell tudni menni, tehát hibás stratégia az, ha valaki azt mondja, hogy nekem megy, én tudom mindig balról a második gumin nagyon jól át tudok menni, ez igaz, csak néha az foglalt. Az idei bajnokság első futamát a legkisebbek nyitották. A nap elején a fiatalabb korosztály indult 50, 65 és 85 köbcentiméteres kategóriákban. A profikat megszégyenítő elszántsággal versenyző fiatalok sem csak sétamotoroztak a pályán. Szinte vérre menő küzdelemben száguldottak végig a körről körre változó homokon. 65 köbcentiméteres kategóriában a 20 perces futamok közül Balogh Dorian az elsőn 52, a másodikon viszont csak 17 másodperccel maradt le a végig élen motorozó Németh Bálint mögött. Pálya jó volt, volt benne dimbezsombos, csekecsuki, egyenes, a második futamban már nagyon ramplis volt, de viszont jobban kialakultak a nyomok. Rajtom mind a két futamon jól sikerült. Végig az élen motorozott és végül a dobogó legmagasabb fokára a KTM-mel versenyző Németh Bálint állhatott fel. A fiatal motoros, ahogy mondja a csikicsuk is, azaz a fák között szlalomozó szakaszt élvezte a legjobban. Első helyen végeztem. Nagyon örültem neki.
mert még nem annyira, nem olyan sokszor volt a másik. Országos bajnokságon, 50 köbcentibe, akkor voltam országos bajnok, és 65 köbcentibe tavaly 6. lettem. Ezt az évet megpróbálom jobbra, jobb helyezést érni. Csak taktikás a pálya, nem gyors pálya, mert erdőbe voltunk, és csiki-csukiztunk. A harmadik helyen a KTM-mel motorozó Horváth Zsombor sokáig szorosan Dorian mögött haladt, de egy rossz mozdulatot követően jelentősen nőtt a hátránya. Bár így is megtartotta helyét a dobogó legalsó fokán, Zsombor szerint a szoros verseny másként is végződhetett volna. Az eleje felé igen, de a vége felé már nem, mert neki mentem a fának, aztán megütöttem a kis ujjamat. Az ifik között is szoros verseny alakult ki. 85 köbcentiméteres kategóriában Hatejer Botonda szintén Ácsi Motor Racing Team versenyzője egy helyet javított a második futamon. A 2:30 perces verseny első reggeli futamán még harmadik helyen végzett, délután azonban már a dobogó második fokára állhatott fel. Az összes enduro versenyen ott lenni, és mellettem motocrossozni. Ott is az összes futam versenyen ott lenni. Egy picit mesélj, légy szíves, a motorodról. Mennyivel másabb, mint az előző? Ez egy 2018-as KTM 85 köbcentis. Előtte nekem egy 2016-os KTM-em volt. Ennek jobb a teleszkópa, meg úgy a kialakítása is szerintem jobb. A délelőtt első hosszabb megmérettetésén az egyórás futamon a 2017-es év bajnoka Liszka Roland végzett az élen. A Korda Racing 14 éves versenyzője bár egyszer elesett, így is elsőként hozta be a KTM-et a célba. Voltak nehezebb részek és könnyebbek, igazából élveztem. Egyszer elestem, az extrém részen az egyik gumin elakadtam, és akkor vissza kellett fordulnom, és a hírre mennem. De végül átjutottam. Nehezebb, mert homokos volt, meg ugye nagyon hullámos, de szerencsére jól elhúzták, úgyhogy így élvezhető volt. A bajnokságot szeretném megnyerni, Szlovákiába a motocross bajnokságot szeretnénk végigjárni, és Magyarországon a másodosztály motocrossban. Az utánpótlás felkészítése szinte minden csapat számára egyformán fontos. A Serkó csapat vezetője szerint a legügyesebb gyerekek mindent megkapnak, ha megfelelő alázattal viseltetnek a sport iránt. Miksi Péter azt is mondta, rengeteg edzéssel és befektetett energiával tudnak csak jó eredményeket elérni. Remény lehet a Técsi Lacika, akiben nagyon büszkék vagyunk, őnek ez volt az első versenye, nagyon tehetséges, és őt gondolom, hogy a márkát jól fogja képviselni, esetleg nemzetközi versenyeken is. Ugye mi már idősebbek vagyunk, kifele megyünk. A másik ilyen tehetségünk a Holló Bence, aki viszont hard enduroban egy teljesen más kategóriájú verseny, ott tudja megmutatni magát. Tehát ez a két tehetség van, aki most jelenleg viszi előre a márkát, illetve a Ricsi is az endurocrosszon. A nap folyamán a fiatalok mellett szuperveterán kategóriában is több versenyző nevezett. Ők azok, akik már elmúltak 47 évesek. A Yamahát meglovagoló Tóth László több mint 20 éve versenyez. Tavaly kezdte újra, ugyanis egy térsérülés miatt közel 4 évet kihagyott. Nagyon élveztem a versenyt. Éjszaka hallottam, hogy esik az eső, és így nagyon örültem neki, hogy esik, mert ezen a pályán ez nagyon sokat javított. Az elején egy kicsit próbáltam tartalékolni az erőmet, és ugye a vége előtt két körrel éreztem, hogy még van bennem egy kicsi, akkor az 5. hely környékén mentem valahol. És akkor még egy kicsit erősítettem, és az utolsó körbe sikerült kettőt előrébb jönnöm. A versenyzők azt mondták, meg voltak elégedve a Dunaföldvári viadallal. Nagyon tetszett, jó volt a pálya, jó az idő, tetszett. Élveztem, jó volt. Soha nem voltam még rajt, most voltam először, de nagyon tetszett, jó. Nem vártam a verseny véget, élvezetes volt. Voltak benne nehezebb részek, könnyebb részek, de jó motorozható pálya. A pálya kialakítása és nehézsége szinte kivétel nélkül minden versenyzőnek tetszett. Bár az enduro és a cross szerelmesei is különféle pályákat szeretnek, itt mindenki megtalálta a neki tetsző szakaszt. Crossosoknak szerintem homokos pálya kicsit jobb. Én szeretem is homokos pályát. Úgyhogy én nekem tetszett nagyon. Meg jó barátságos, mert nem kellett félni, hogy elcsúszik az ember. Fogott nagyon talaj. A délutáni 2 órás profi versenyen nem csak a technika, hanem az állóképesség is nagyon sokat számított. Azonban az elképesztő fizikai és szellemi felkészültség mellett is van, hogy becsúszik egy-egy hiba.
A Serkó csapatban versenyző Kubik Rihárd egy rosszul kiszámított ugrás miatt rontott a teljesítményén. Az egyik ugrót egy örönkről egy gumira kellett volna ugrani, azt rövidre szabtam, sajnos elért a hátsó kereket, átfordított a motor, egy kicsit ráestem a csuklómra, és utána már nem igazán tudtam ugyanazt a tempót menni, mint előtte. Próbáltam följönni, de ennyit bírt sajnos a csuklóm. Remélem, hogy nincsen semmi baja, kicsit érzem, hogy lüktet, de remélem megúszom ennyivel. A futam végén a dobogó harmadik helyére az első osztály E2 kategóriában versenyző Szőke Márk állhatott. A 24 éves versenyző már fiatalon, 17 évesen motocross bajnok volt 2012-ben. Maci azt mondja, bár tavaly visszavonult a profi pályafutástól, az idei évben minden versenyen ott szeretne lenni. Az első kör az nagyon jól sikerült, próbáltam fölvenni annak a tempóját, aztán utána ilyen 40-50 percig csak szenvedtem, utána elkezdtem lendületesebben menni és elkezdtem élvezni. De a vége felé a kezem feltört a teló, aztán utána már csak szenvedtem. Most az volt a célom, mivel sokat motorozni nem tudtam, mert tavaly visszavonultam a profi pályafutásomból, és sokat nem tudtam idén még motorozni, meg tavaly se, évvégén. Hosszú még az év, dobogósként zártam, most az első fordulót. Van vissza még nem tudom mennyi, de még sok. Úgy gondolom, hogy jó lesz, az irány jó. A hiányosságokat azt kiküpöszöljük, és szerintem jó lesz ez az év végére. Két órás futam, nagyon hosszú, mind a két kezed megsérült. Mi történt? Hát volt egy pár fa, ami nem ment arrébb. A másik, meg a teló kitörte a kezemet, aztán az eléggé fájt, úgy aztán próbáltam minél sporolósabban haladni. Második helyen 45 másodperccel az élen haladó német Kornél mögött Kacsa, azaz Firtosvári Gábor ért be a célba. Eléggé nehezen indult, konkrétan valahol a középmezőnyben csatáztam itt az első két kanyarban, aztán nagyon hamar sikerült a fiúk mögé kerülnem. Az első 3-4 kör azt mondom, hogy fej-fej mellett mentem a Macival, illetve a Zsigovics Norvival, próbálkoztam különböző ívekkel járni, hát ha esetleg tudok egy picit nyerni így az időn. Aztán igazából beálltam egy utazóra, a lényegében nem kockáztattam, egy folyamatos gáz húztam végig, és igazából ez segítette a végig. Egy óránál nálam köztudott, hogy én felébredek, egy óránál megjövök, úgyhogy most kevésbé, hiszen én se tudtam a héten annyira edzeni, mint kellett volna, de ettől függetlenül nagyon örültem, hogy ilyen pozitívan tudtam zárni ezt a hétvégét és ezt a versenyt. Itt lényegében az ember nem csak az elemekkel küzd, mint a fával vagy a homokkal, hanem itt az embernek a fizikumával is nagyon nagy, és saját önmagával, tehát a mentális erejével is nagyon nagy csatákat kell vívni, hiszen azért két órán keresztül ilyen mély homokba, derékig érő gödrökön, nagy kilógó facsonkokon menni, azért az nem kis teljesítmény. Úgyhogy mindenki, aki befejezte a futamot, annak külön gratulálok, és jó pihenést kívánok a mai napra. A tavalyi királyválasztón Kacsa elnyerte a 35. Dombok királya címet. A 25 éves versenyző azt is mesélte, bár idén államvizsgázik az egyetemen, mellette próbál minél többet motorozni. A két órás futam dobogójának legmagasabb fokára végül az első osztály E2-ben versenyző, előbb említett német Kornél állhatott fel. Viszonylag jól elvittem a startot, Mani ment elől, én voltam olyan 3-4 körül. Ott az extrémen sikerült két pilótát elelőznöm, és akkor a Manit a cross szakaszon elelőztem. Szóval jött a Maci, az elelőzött, utána beszorult két fa közé, benne az erdőbe, és akkor onnan gyakorlatilag saját tempómat csináltam. Kacsa végén jött rám, hogy egy picit megnehezítette a dolgomat, az utolsó kört meg kellett nyomnom, az nem annyira tetszett. Nehéz pályáról beszélünk, egyébként mi a véleményed? Eszméletlen, tehát annyira szét volt járva, hogy brutál volt, de viszont nagyon-nagyon jó. Nagyon jó pálya, nagyon nehéz, de hát egyszerű, mindenki tud menni. Mik a terveid az idei évre? Igazából teljesen hobbi szint, a munka mellett edzéseket tartok, munka mellett amennyi időm van, motorozgatok. Az idei CL4 Offroad Motoros Iskola Endurocross Bajnokság és Kupa Dunaföldváron rendezett futamai végül komolyabb baleset és sérülés nélkül zajlottak. A versenyzők már készülnek a bajnoki forduló következő futamaira, melyeket április 6-án Ácson rendeznek.
Véled, a fényreklám világa. Dirt Park. Welcome from heaven. Praktisztár. A praktikus megoldások szakértője.